Szevasztok srácok, illetve lányok, itt Arusz, és nézzük tovább a Spectate sorozatunkat. Itt a Season 2-ben most már a kodban. Egyből meghalunk, megyünk egy gulágot, és spectatelünk egy szólót. A nehéz az lesz, hogy de megtem. De megraknám most a gyereket. Hagyj békén! És a gyerek ölt le. Spectate nem play. Majdnem arra mentem. Srácok, azt kaptuk, aki megölt. Sosem ezt szoktuk. Ezt akartam. Nem tudok mondani egy szót. Na, reméljük valami jobbat kapunk. Azt akartam mondani, soha nem szoktuk azt kapni, aki megöl a gulágba, hanem tök másra vált a Spectate. De mondom, mennyire durva az, hogy azt kaptuk, mert szerintem, ha instant meghal, nem lesz valami jó játékos, és hamar meghalhat. Ennyi volt. Meghalt. Ez kész. Ez jó, hogy arzsolt a gyerek. Nos, az úriember, egy holland, vagy csak a zászlója az. Storage-ba kezdett, military, damn, ezek még benne van a query, lumber, stb. Nézzük, mi a terve a srácnak. 2700, lehet, hogy a loadoutot próbálja összeszedni. Sima liba kill, semmi. Mondjuk én nem hallottam a gyereket a fülesre, de hát mindegy. Itt van végül is egy bounty, amit fel tudna venni. Mozogni nem mozog rosszul. Lehet, hogy ez egy jó játékos lesz. Nagyon-nagyon örülnék content miatt. Gondolom, ti is látok. Több dolgot tudok mondani. Rá akartam nézni az OBS-re, hogy minden rendben van-e. Mire visszanéztem, a gyerek már meghalt. Haláli. Haláli. 3 kill, eddig sima liba, reméljük ez így is megy tovább. A gyerek ennyire megijedt, hogy 3-at ölt, hogy beállt ide, vagy mi a túlzó? Ja nem, kocsit bejelölte. Maszk van, shield van, pénz van, mehet a loadout. Kocsi. Itt van a base station. Simán meg lehet venni a loadoutot, ugye a kör az még nem jön, fél percig. Úgyhogy sima liba. Itt is meg tudja venni, de ott is. És hát a bounty pont. Ott van. Így hát a másikat jelöli be, ami itt van. Nagyon okosan. Hopp, ott van fent. Látjátok? Szembe. Most. Ezzel nem fogja tudni elrakni, az biztos. Se az LMG-vel, se az FFR-rel. Ebből a távból. Kéne valami sniper, lehet, hogy azt keres. Lehet, hogy csak beburja autót, és lehet, hogy elmegy. Vagy kíváncsi, hogy ráugrik-e? 10 000-re. Nem kockáztat. Minél kívülébb teszi a... Kívülébb, van ilyen szó? Minél kívülébb teszi a jelölés magának. A bázis, ezt senki ne zavarja, még kiveszi a loadoutot. Aztán lehet, hogy ráugrik, majd a bántira. Nos, kacok! Végre egy normális player. Nagyon úgy néz ki. Yes! És solo. Hát ez ritka. Ugye nem is bánom, hogy azt kaptuk. Spectate-be, aki megölt, mert így találkozhatunk ezzel az úriemberrel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog használni. Gondolom normált fog kivenni. Már jó dolgában nem tudja, melyiket vegy elő. AUG, a meta, és FFAR. Két meta fegyver, még mindig meta az a FFAR. Szerintem az még mindig az, aki a bounty már lejárt, ugye? Neki jönnie kell viszont befele, ugye a bounty gyereknek, itt is van egy, csak ő azt nem látja. Látjuk ezt a pontot. Látjátok? Észrevette. Észrevette, amit én már láttam. Na. Hopp, hopp. Ez két ember. Ott van a bounty is. Ez meghal. Az meghal. Minek rakta ki a hülye gyerek a fejét? Hát mikor tört a sírgye, föl állt. Bószer. Valatot figyelni kell, Pali, hogy az szép volt. Akkor... annak annyi. Ez nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy controller player. Ez nem billentyűzetes lesz. Szerintem, de hát majd kiderül mozgásából még. Controller lősz ilyen pontosan. 5 kill.
Meglátjuk, mekkora lesz még a mozgás. Tudjátok, hogy balról jobbra fordul meg ilyenek. Ha nem akkorák, akkor az nem megér. Kocsit ott hagyta, nem érdeke, megy gyalog. Gondolom kiszedni a gosztot, viszont szerintem ha okos, akkor itt marad és megnéz, hogy más szedi-e még ki. Jön-e még rá? Igen, ez itt fönt van, és föl kell másznod. Az ajtóra elvileg föl lehetne mászni. Akadnak gondok. Az messze lesz, Pali. Erre kéne átmászni, mit van jobb oldalt mögötted, és onnan át tudsz ugrani. Hát honnan akar ez felszönni, te? Gyerekek, mi ez? És te azt mondtad, hogy itt hagyja a gosztot, mert nem bír fölmenni. Ott volt egy izé, amire erről is szerintem föl lehetne. Ott mögötte, a loadout mögötti izéből. Föl tudsz, mindegy. És az épületből nem tudja kiszedni? ASD, ez mi? Sikerült. Na. Szóval... azt se tudja, mit hozzon el. Nem bírja fölvenni augót. De nem bírom ezt a loot systemet itt, hallod? Annyira rosszul van megoldva, hogy ez van hihetetlen. Közben beszéljünk gyorsan a kör, hova szűkül a military base, a Kaveri Lumber, még benne van TV Station stadion, és a srác az Bounty-t felveszi. Métert most nem bírom kiszámítani, nem vagyok matematikai zseni, hogy innen megnézem mennyi, de egy 3-400 méter. Szerintem simán beér gyalog, de amúgy itt egy kocsi is, hogyha annyira félne, de hát. Ez valószínűleg kontrolláres, nem fordul akkorákat, azért lőjön pontosan. A kör az jön, az úriember még ennyire végsőkig kivár. Nem tudom, mi a terve most. Egyenlőre. Az, hogy gondolom High Groundot azért szerezte meg még a kör előtt, hogy megnézze, hogy biztonságosabban tudjon beérni. Azért csinálhatta ezt, hogy ne egyből menjen itt át openbe szinte. Körbenézzen. Megnézze magának, hogy van-e ott kocsi, meg ilyesmi, fölméri a terepet. Lehet ez egy okos döntés. Én nem mit csináltam, én simán bemegyek, és kész. De hát egyik se jobb, avagy rosszabb a másiknál. Várj, most nem figyeltem. Izét szedett ki? Nem is ghostot, hanem restock. Mert HB nincs nála, és nem mondjuk nem restock, mert akkor kettő lenne. Egyetlen egy gránátot elhozott, azt szavaz. Kifogy a gránát és nincs pénze, akkor nem vesz semmit. És még szenzora sincs. Mert akkor már gránátot hozok, akkor risztokozok. Nem elhozok egyet. Kidobjam a szenzor, de hát ez az én véleményem. Érdekes döntés lenne. Risztoknál szerintem a kettő kéne lenni mind a kettőből. Valószínű nem az. Nem figyeltem, hogy ghost vagy nem. Most hova megy a srác? A srác az a semmi közepére bejelölt magának egy pontot. Megpróbálja majdnem, hogy gondolom a térkép, most durván ugye a térkép közepét megjátszani, hogyha nézzük a szűkülést, igen, ez majdnem, hogy hát mondjuk az még benne lesz bőven a jelölésem. Az fura lenne most ide, hogy ide szűkülne teljesen el, de hát az is elképzelhető ebben a játékban, srácok, kérem szépen, bármi elképzelhető. 21 player él, nagyon agresszívan kezd az elejét, megvan az 5 ki, és azóta inkább csak megy, taktikázik. Úgymond húzza az időt, túléli, endgame-re játszik már, és még az endgame-ben is simán szerezhető 4-5 kill ennyi playerből, de 2-3 biztosan. Ott megy egy valaki, na, hoppá, hát ez úgy fut, mint egy csiga. A kocsinál lesz, mögötte, az augot elő is veszed. Ez gyerekek, ez kontroller, nézd milyen lassan megy. Hopp, ott volt. Kéne egy stun. És azt mondjátok, hogy jó a hang a játékban. Ott volt a satchel, amit ott hagyott. Egy. Kettő. Most ne haragudj, ezt azért hallani kellett volna a gyereknek. Ja nem, én hibáztam, nem szóltam. Volt a field upgrade-je, most nem jut eszembe a neve. Amivel ugye gyorsabban és csöndesebben tudsz. Sorry. Oké, most már láttam. Ment a CD-je, odafutott. Jó. Akkor ezt meg nagyon-nagyon okosan csináltam. Dab is, nagyon szarok a hangok. Mert simán meg lehetne azt csinálni, hogy így elfutsz és nem hallod.
A Field Upgrade-et használtam. Oké, nem gáz. Na. Nem figyelhetek én is mindenre. Szóval, ez egy szép kill volt. Egy. Kettő. Lehet, hogy a stadion lesz benne. Meg kiderül. Mi a terve? Egy épületet keresni? Csaba bebújni? Érdekes lesz. 15-en élnek, itt lehetne csinálni Bantit. Csinálhatna questet. Vehetne magának self-revive-ot. Van nála 4500. Vehetne UAV-t, vehetne cluster-t, vehetne akármit, nem vesz semmit. Pedig itt volt mellette a buy station. Tehát mire mi előtt felugrik, simán megtette volna ezt. Mi a hallgat rám? Bejelölte Bantit. Gondolom a high ground miatt itt van. Nézi az embereket. Vadászol még egy pár killt. Mindahol teheted, törekedj mindig, minden körülmények között a high groundra. Mint ez az úriember. Lesznek itt jó nagy vágások, mert a gyerek még mindig így zsibbad és nem csinál semmit, csak ezt a mozdulatot. Alatta van valaki. Na, végre valami action. A kör az leszűkült. Gyors térképennyi, csak vagy pont akkor jön fő. Mondtam stadion. TV Station. Lehet, hogy elvi stadion mondtam. TV Station-t akartam. Na, hogy ez benne lesz. Kocsi most áll be mellé. Gyerek sehol. Térképezhetünk. Ami erős pozíció. Pont kiléptem a térképből, tehát láttátok a kilt. Szóval mi erős pozíció. TV Station teteje, high ground miatt, és ezek az épületek, amit én választanak, ezeket én kihagynám. Most már a pali vehetne valami self-revive-ot, vagy valami UAV-t, clustert, valamit csinálhatna. Mert a buy station itt van, pénze meg van, és nem vett semmit. Most az milyen questet vett föl? Nem is mutat nekem semmit a térképen. Az mi volt? Érdekes, még mindig nem költi el a pénzt. Mire már? Mit ha láttam volna valakit fönt itt? Ja nem, csak az abla, aha. Hogy volt mégis? Ő is azért állt, meg vajon? Érdekes. Na menjél, Pali. 9 player él rajta kívül. 7 killje van. És mit jelölt be? Egy másik épületet. Hoppá, hoppá, egy kocsi mellette. Ez tuti kontroller, hallod, Getz? Instant, ment a kocsi, simán tört a shieldet. Hát igen. Ennyi az előnyem. És meghal, ne! Bullfroggal? Ölte meg? Paszki! 6 killes úriember. De akkor hogy lehetnek még mindig 10-en? Nem már! Azt hittem, ő nyeri. Oké. Okay. Kar, ha jól láttam. És igen, bullfrog. Használjátok a bullfrogot, srácok, mert nagyon OP, mint bármikor. Ez van, hamarabb lesz fétés. Láttad azokat a gyors mozgásokat? Hop, ne, leütötte, ne. Gyerekek, mi van itt az endgame-ben, jó ég! Leütötték! Következő úriember. Hopp, ott van még egyet a ház mögött. 8 killes ez is. Ez is egy hol. Ez nem az a gyerek, nem? Akit néztünk. Nem figyeltem én a nevét. Miért nem figyelem a nevét? Ugyanazt a fegyvert vette fő, de...
Hoppa. A gulág zárva volt, úgyhogy szerintem biztos nem. 9 ki pedig, annyia van, kettővel több. De akkor gulággal meg... Ó, Istenem, ezek a nevek. Miért nem figyeltem? Na mindegy, lényeg az, hogy 6 player él. Hopp, hopp. Szerintem gulág van zárva volt, nem? Hopp, 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 hopp. De... Milyen furán lőtt, aki meghalt, jó ég. Na még 3 player. Na, honnan jönnek? Picit magasabbra menj, nagyon-nagyon jól csinálja. Az most kaphatná lassan. Ahogy jön a gáz. Nem most, mikor a fánál van. Cluster. Az szép. Clusterben meghalt a gyerek. Pedig simán elrakhatta volna ott sokkal hamarabb. Sokkal hamarabb fánál, nem is értem mit akart. 10 killes, wow. Na, nézzük a többit. Kar. Kivette egy a loadoutot, megten. Nem, Emax. Hát itt a végére már, ja, Emax kéne meg megten, ugye? Nem akart hagyta, most nem figyeltem melyiket hagyta. Ott van szembe sniperna, hop 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 hop. Szépen csinálta. Ez a maszk van rajta, amit a izébe szerez. Egy player, ha jó ne. Így tovább bírja nagyon a gázba. Hogy ráér játszani. Ezt fogja megnyerni akkor. Ha okos. Ott van lent. Szép. GG, szép volt, nagyon. Tehát az az úriember nyerte meg, aki simán meghalhatott volna. Az a főső csávó elövi. Így alakult szerintem az endgame, ez most egy nagyon-nagyon jó szóló mérkőzés, ott bárkit néztünk, viszonylag jól játszott. Kivéve a legrején, ugye aki megölt minket a gulágba, az instant meghalt egy pár másodperc után. Srácok, ha élveztetek a videót, akkor ne felejtsetek el lájkolni és iratkozzatok föl. Következő részben majd jövünk legközelebb. Addig is jó hétvégét nektek. Szevasztok.